Már az új eszközökkel gyakorolnak a Szekszárdi KSC legfiatalabb tagjai. A sportegyesület egy pályázat segítségével szerzett be óvodások és általános iskolás alsó tagozatosok által használható fejlesztő játékokat. Mini palánkból például 14, míg kisméretű labdából 140 darabot vásároltak, amik a város 7 óvodájába és általános iskolájába kerülnek majd a 4 éve indult kosárvarás program részeként. Nagyon sok egyéb eszköz is van, és igazából nagyon boldogok vagyunk, hogy a város vezetésével együtt ezt a beruházást meg tudtuk valósítani, és most pedig ünnepélyes keretek között át is tudtuk adni az óvoda vezetőknek. A pályázatra, amiből most az eszközöket szerezte be a KSC, a város polgármestere és korábbi alpolgármestere Hag Éva hívta fel az egyesület vezetőinek figyelmét. Ács Rezső azt mondja, az előző ciklusban az önkormányzat és a KSC folyamatosan azon dolgozott, hogy minél több helyi gyerekkel szerettessék meg a kosárlabdát és a sportolás élményét. Ennek a munkának a részeként például iskolai tornatermeket és öltözőket újítottak fel. A városvezetőként mindig figyelek arra, hogy ne csak a mi intézményeink kapjanak valamit, hanem minden olyan intézményre szeretnénk odafigyelni, minden olyan óvodára, ahova szexuális gyerekek járnak. A gyerekek a sporteszközöket még a héten használatba vehetik a város óvodáiban és általános iskoláiban.